A népszavazás tétje, hogy tudunk-e olyan egyértelmű jelzést adni, ami rádöbbenti Brüsszelt, hogy cselekednie kell. Ezt mondta a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke Szita Károly a társaság vasárnapi kongresszusán. Az eseményen részt vett Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke, akit most a stúdióban köszönhetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Alelnök úr, néhány mondatban foglaljuk össze, hogy mi is hangzott el ezen a rendkívüli rendezvényen. Azt gondolom, nagyon sokrétű megközelítésből foglalkoztak a népszavazás témájával. Valóban így van. Nagyon sok értékes, aktuális és fontos gondolat hangzott ott el. A Megyei Jogú Városok Szövetsége invitálta azokat az önkormányzatokat és azoknak a megyéknek a képviselőit, akik határozatot hoztak arra vonatkozóan, hogy elutasítanak minden jellegű kötelező betelepülési kvótára irányuló brüsszeli határozatot és döntést, és úgy gondolják, hogy maguk kell, hogy döntsenek ezekben a kérdésekben. Valójában mi a tétje az október 2-ai népszavazásnak? Nekem nagyon komoly aggodalmam, hogy mindenki a politikai haszonszerzés jelszava mögé bújva csak a saját nézeteit akarja erősíteni és meghallgatni, miközben a valós információk lehet, hogy valahol elsikkadnak. Hát egyrésztről politikusként én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mindenki végig gondolja azt, hogy a hírek ismeretében, azoknak az információknak a birtokában, és hát mondjuk meg őszintén, egy valóságos hírözön foglalkozik ma Európa szerte a migráció kérdésével és az ezzel kapcsolatos jelenségekkel, eseményekkel. Az egészen drámai eseményektől az aprónak számító, de a mi életünk, a mi felfogásunk szempontjából meghökkentő kis élethelyzetekig. Nos, mindezek birtokában mindenki végig gondolja azt, hogy mi a tét. Én azt gondolom erről, hogy ha valaki ezt megteszi, akkor képes elrugaszkodni és távol tartani magát azoktól a valóban politikai indítatású értelmezésektől, amelyek egyrészt próbálják jelentékteleníteni ennek a kérdésnek a fontosságát, másrészt pedig a kvóta népszavazásnak a fontosságát, és mindazt, aminek ennek eredményeképpen birtokába juthat, azt a muníciót, amelyet a népszavazás, egy eredményes népszavazás adhat a magyar kormány kezébe azért, vagy ahhoz, hogy Brüsszelben tovább is határozottan ellen tudjon állni azoknak a törekvéseknek, amely ránk akarja erőltetni egy számunkra kedvezőtlen, és a magyar emberek érdekét nem szolgáló döntési csomagot, amely úgy gondolom, hogy igazából a magyar emberek döntő többsége szemében elutasítottságot és hát ellenszenvet kelt. Mi történik, hogyha döntő többségében nemek születnek, és mi történik, ha igenek születnek többségben? Persze én nagyon bízom abban, hogy ez nem történhet meg. Én nagyon bízom a magyar embereknek az egészséges életösztönében és veszélyérzetében, mert ebben a döntési helyzetben ez kell, hogy domináljon. Mert olyan a helyzet, kvázi háborús helyzet van ma Európában, ha nem is a fogalmaink szerinti hagyományos frontokon és fegyverekkel folyik, vagy nem mindig fegyverekkel folyik ez a csata. Én bízom abban, hogy átlátják az emberek ezt. Abban az esetben, hogyha eredménytelen lesz, amit én szeretnék kizárni, eredménytelen lesz a népszavazás, én azt gondolom, akkor is a népszavazáson résztvevők elsöprő többsége nemmel fog szavazni. Abban az esetben, hogyha egy eredményes népszavazáson a magyar polgárok kinyilvánítják azt, hogy nem kérnek a Brüsszel által ránk erőltetett kötelező betelepítésből, és ki tudja még milyen más egyéb döntésekből, az egy
megkerülhetetlen és igenis közjogi értelemben is következményekkel bíró döntés lenne, hiszen egyrészt a magyar törvényhozásra kötelezettséget ró, hogy a magyar jogszabályok ezt akceptálják, és a magyar jogszabályokba beépüljön ez a szándék, másrészt pedig Brüsszel számára is megkerülhetetlenné teszi a magyar álláspontot. Az a 2000 település, aki védekezik a betelepítések ellen, mit tud ezzel elérni? Azzal, hogy kinyilvánítják, hogy ők nem akarnak befogadni. Hát ez egy állásfoglalás volt, ez egy jelzés volt. Gondolom, hogy ez hozzájárult annak a helyzetnek az értékeléséhez, megítéléséhez, amely több más közvéleménykutatással együtt arról szól, hogy a magyar emberek elutasítják a jelenlegi brüsszeli politikát, és támogatják a magyar kormányt abban a törekvésében, hogy megvédje Magyarországot, a magyar emberek érdekeit, Magyarország biztonságát, és úgy viselkedjen, ahogy egy kormánynak kötelező, és a kötelező feladatainak eleget tegyen. A további kérdésekben másrészt pedig Európa, az európai bürokrácia irányában ez egy tulajdonképpen az európai politikaira korrektnek mondott politizálás szempontjából is egy rendkívül erős érv, hiszen az Európai Unió nem vonhatja kétségbe azt, hogy a legerősebb demokratikus felhatalmazást egy kormány, egy nemzeti kormány számára az álláspontja és az általa a brüsszeli fórumokon képviselt álláspont kialakításához egy népszavazás tudja leginkább biztosítani. Mindemellett ebben a gondolkodásban hol van a helye annak a gondolatnak, hogy mégiscsak aki egy háborús országban él és mennie kell, el kell hagyni az otthonát, az hol kap menedéket? Azt nagyon fontos leszögezni és látni, amit a magyar kormány is számtalanszor elmondott. A kormányfő is és a kormány különböző miniszterei. A magyar állam határai nyitva állnak mindenki előtt. Minden menedékkérő, bármilyen üldöztetés, bármilyen hátrány elől, bármilyen veszélyes élethelyzet elől menekülő ember számára. A határátkelőkön szabályos úti okmányokkal, vagy anélkül, hogyha valaki a saját személy azonosságával kapcsolatosan valós információkat ad, lehetősége van arra, hogy menedékért folyamodjon a magyar hatóságokhoz. Az viszont tarthatatlan, hogy illegálisan a zöld határon át a magyar törvényeket megsértve törjenek be Magyarország területére, és veszélyeztessék a magyar emberek biztonságát. Olyan emberek, akikről nem tudjuk, hogy kik ők, honnan jönnek, milyen céllal érkeznek hazánkba. Számos olyan adat birtokában vagyunk ma már, ami arról tanúskodik, hogy felnőtt férfiak vallják fiatalkorúnak magukat. Ad abszurdum előfordult, hogy 40 éves férfi ember azt állította magáról, hogy 1999. január 1-én született. Számosan tették ezt. Nyilvánvalóan irányítottan az embercsempészek és az embercsempészek mögött álló olyan szervezetek által támogatottan és informálva teszik mindezt, amely megnehezíti a magyar hatóságoknak a dolgát, és elfedi ezeknek az embereknek a valódi szándékát. Tehát még egyszer szeretném leszögezni, mindenki, aki bármilyen üldöztetést szenved hazájában, menedékre lelhet Magyarországon, ha betartja a törvényeket. Minden törvényes út nyitva áll bárki előtt, azonban az a véleményem, és bízom abban, hogy az október másodikai népszavazásnak is ez lesz a végeredménye, hogy az emberek egyértelműen állást foglalnak arról, hogy semmilyen törvénytelen úton nem lehet Magyarországra bejutni, sem pedig bármiféle Európai Uniós szabályrendszer vagy döntés eredményeképpen kötelezően nem lehet ránk erőltetni azt, hogy tömegesen fogadjon be Magyarország ismeretlen származási országból jövő ismeretlen céllal, ismeretlen szándékkal hozzánk érkező és idegen kultúrájú embereket. Alelnök úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm a kívást.